Négy csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán, a Bencs iskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos elődöntőjét. A házigazda Zrínyi az első meccsén 29-17-re legyőzte a Váci Boronkai György műszaki szakközépiskola és gimnázium együttesét. A döntőben a mezőkövesdi Szent László gimnázium ellen léptek pályára az zrínyisek, akik 26-20-ra alul maradtak borsodi ellenfelükkel szemben, így lemaradtak a fináléról. A mi fiataljaink tényleg fiatalok, 2 éve fiatalabbak a nálunk, ugye többségében 98-osok játszanak, az ellenfélnek is többségében 96-osok, és egy másfajta bajnokságban dolgoznak, hiszen egy NB1-es csapatnak a NB1 ifjében játszik, és millió ilyen meccset játszik egy évben, találkozik olyan ellenfelekkel, ahol ezt a küzdelmet, ezt a sebességet kell végrehajtani. Én azért nagyon szorítok, hogy Nyíregyháza kerüljön fel az NB1-be, hiszen a mi tehetséges gyerekeinknek is kellene ez a közeg, ahol sok ilyen mérkőzést játszanak, megszokják az ütközéseket, megszokják a gyorsaságot, megszokják a labdabiztonságot ebben a gyors játékban, és én csak gratulálni tudok nekik, mert mindent megtettek, csak éppen nem tudtak ebben a sebességben még játszani, mint ahogy az ellenfél játszott. Én úgy gondolom, hogy ez egy színvonalas mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy a Vácot, hogy meg tudtuk verni, az is egy NB1-es csapatnak az utánpótlás csapata, az egy örömteli dolog, de hát most meg kellett hajolnunk a nagyobb tudás előtt. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint az elmúlt évekhez hasonlóan gazdag esztendő előtt állnak mind a rendezvények számát, mind az eredményességet tekintve. Nagyon bízunk benne, hogy a tavalyi esztendőt legalább sikerül megismételnünk, azt hiszem, hogy mind sikerekben, mind pedig rendezvényekben, és valóban ez az év úgy tűnik, hogy jól kezdődik rendezvény szempontjából, sajnos egy kicsit keserű szájízzel megyünk majd el, mert az Zrínynek a csapata ugye második lett, így nem tudja képviselni majd az országos döntőbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon jó volt látni ezt a kis csapatot, amely egyébként fiatalabb játékosokból állt, mint az ellenfél gárdája kicsit. Ez látszólott is talán a teljesítményen, de én bízom benne, hogy ha ők együtt maradnak, akkor nagyon komoly sikereket tudnak még majd elérni, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is nagyon komolyan viszik majd a hírnevét itt az elkövetkezendő években. A kézilabda diákolimpia országos döntőjét január 22-e és 24-e között Veszprémben rendezik majd meg.